bizony. Dobra végsár népetjüm, csákány száztak, mit tudom én. Nagyba Bartosista, terepgyakorlat, harmadik világháborúra való fölkészülés, fölkészülés. Például sokáért pár gyakorlati dolgot meg akarok, amit mutatni néktek, amit még elsajátítottam így a faterom túl így régebben. Régebben. Például sokáért marha nagy Bartosista tanítás világháborúra való fölkészítés. Szutyok, munkás, csapitalista, csraktikeres Möllénybe. Például sokáért úgyibár, hogyha harmadik világháborúba, ha lőnek nagyba, forgótáras, mondjuk egy, mit tudom én, egy cserettával, das ist Börettával, vagy mit mondjuk karabélya, akkor ugyebár az ember fut, és akkor így kiköltérni, akkor ott megy a goló. Akkor megrészítél, akkor ott megy a goló. Tehát, hogyha itt ugrasz, megint ott elmegy melletted a goló. Tehát logika az egész. Tehát így kell cikszakba ugrálni, mint a csúsz megállóba, és ugyebár csíksakba vannak főrajzúva azok a ízik. Tehát itt megy a goló, hát hallod, tehát fülkő hozzá, mondjuk én félsüket vagyok. Így, és akkor te ki tudsz. Akkor például sokáért, ha levegőbű bombáznak, de Bartosista gyakorlati törepmunka harmadik világháború. Látod, hogy jön a bomba, röpülőgépű bombáznak, mit tudom én. Akkor a bomba az mindig oda gyűn, ahova te nem is számítasz. Tá! Vagy jobban van, ahol számítasz. Tehát, hogy gyűn a bomba, akkor fölköl egy, kettő, úgy bizony, de az is bá. És akkor hiába gyűn a bomba, az csak oda fog becsapódni, nem reád. Császázási művész. Például csoka. Le kell vágni nádat. Közben nyelintek egy kis Bartos császárjót. Mert azért... Csöndvédelmi csomagban ez mindig legyen. Császázás. Legfontosabb. De! Ki is mindig legyen nál. Nádat kell levágni, vagy ahogy vagy, a természettel mindig alkossál. Ötségben a természettel is hibár, de mit tudom én. Hogy a csöllenségre ismerjen főtele, amilyen, ez egy császázás. Persze, Názdárózje, én bizony, természetesen ezt jobban is meg lehet oldani, mit tudom, az az egésznek a lényege, táne, trau, hogy akár hún vagytok, minden hún az adott környezetnek, de ez egy csörnyezetnek az adott a növényzetét kell kivágni, és ott csálcázni magatokat. De csomandósok is így csinálják, hogy bizony. Akkor például csoká. Mondtok egy kis sört. Ne csöpögjél már túl drága bóta! Piára mindig legyen, píz még háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. Itt van, jaj, állj, stoj! Itt van nagyba így a fű. Étek. Itt na, gyakorlatilag egyébként, jó, belgondolok, itt van a csólám, tessék. Már nem döblünk éhen. Fű és csólán. Nagyba. Például
föltart sokáig a Bartós egy marha nagy csúgrást. Például Gyunacs höllenség. Nagyban vita. Nagyban Gyunacs höllenség. És mit tudom én mondjuk, nincs más hátra, mint előre, egyszerűen köl szaladni, menekülni. Szőke cigány. Bájén, szakállas. Szőke, hát mondjuk nem vagyok szőke, mit tudom én. Hogy kell csinálni, hogy kell átugrani, mindenki be van tőle szarad, hát neki futás. Például a csatakot, ez is csatakot. Egyszer nekilódulunk. Mindegy, na vége. Hogy át tudjam ugrani, mint a Gyökics. Egy, kettő, három. Nem, de attól függetlenül valamikor meg ne. Ennyi. Na, visszafelé. És ott már tudsz egyébként, ha át tudod ugrani, de egy kis csita, mint még kőszedni a gazdú. Ők menni tovább külfele, nincs megállás, nincs megállás, gyerünk, mert a csöllenség ott van a kutyádba. Ugyanúgy, mint nagyba a izék, ezek a légiós. Na mindegy, ezt még gyakorolni kell. De menni fog. Menni fog azért, csak egy kis gyakorlás kell még. Így bizony, tehát ezek a Bartosista gyakorlati tanácsadások. Konyec, sziasztok! Bizony.